Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán! Hú, hát régóta vártam már, hogy ez a videó megszülethessen. Emlékvideó gyanánt, mert ez azt jelenti, hogy sikerült beteljesítenem az egyik legnagyobb bakancslistás álmomat, ellátogatni Izlandra. És ez megtörtént. 5 napot töltöttünk ott, és bár vlogoltam, úgy éreztem a felvételeket visszanézve, hogy mégsem kerek egész ez a történet, mert ez nekem egy nyaralás volt, egy nagyon régi vágyálom. És nem akartam azzal tölteni az időmet, hogy frappáns mondatokat, gyönyörű gondolatmeneteket vezessek ott le nektek, hanem egyszerűen meg akartam élni a pillanatot, élvezni azt, amit látok, befogadni abból minél többet, és nem az volt a legfontosabb, hogy mennyire fantasztikus vloganyagot készítek belőle majd a végén, hanem egyszerűen csak felvenni azt, amit látok. A napsütés az elég erőteljes most itt a szobámban, ezért láthatóak bizonyos foltok itt rajta. De a lényegben, hogy arra gondoltam, hogy most leülök ide, és kerek egészé egy történetté mesélem nektek ezt az utat. Így született meg az elmesélős vlog ötlete, úgyhogy most minden kicsi lyukat próbálok betölteni, amit ott nem tettem, de szerintem ez egy ilyen érdekes formája lehet a vlognak. Azt hiszem, nem tudom, nos, még nem csináltam ilyet, szóval kezdjük is! Alexával és a hugommal hárman vettük a nyakunkba a világot, és a 9 napos utunk első 5 napja az Izlandra vezetett. A repülési idő életem leghosszabbja volt, a maga 4,5 órájával, és ahogy közeledtünk a szigethez, és készültünk ugye a leszállásra, akkor már bizony nagyon sok mindent lehetett látni onnan föntről, olyan dolgokat, amik eléggé értelmesítettek, mert akkor tudatosult bennem, hogy itt vagyok az álmomért, és ez most meg fog történni. Ez az út, ez most valós, mindez az álom, amit én kreáltam mögé, annak most itt van az esélye, hogy tényleg valóra váljon. Könyvek között landoltunk. Erős kezdés! Viszlát! Érzed ezt a levegőt? Miután megérkeztünk Reykjavikbe, elfoglaltuk a szállást, pihentünk egy picit, és azonnal indultunk is a Perla Múzeumba. Minden nagyon időre ki volt számolva. Szerettem volna, hogyha azzal indul az egész túránk, ugyanis az egy kis összefoglalót mutat arról, hogy mi is folyik ott Izlandon, milyen a felszín, milyen a növény-állatvilág. Szóval egy komplex képet ad arról, hogy mi vár ránk. A Perlan Múzeumban vagyunk éppen, ahol van egy jégből vájt alagút, azaz egy jégbarlang. Éppen itt kalandozunk a járatok között. Őszintén szólva, fogalmam sincs, hogy hány fok lehet itt benne, mint hogyha egy mély hűtőben tanyáznánk. Csodálatosan néz ki. Ez egy emberi kéz által kifaragott barlang, szóval ez egy mesterségesen létrehozott. Itt lehet látni a jégcsákányoknak a vágásait. A múzeum 360 fokos teraszán vagyunk, azaz 360 fokban láthatjuk most Reykjavik és környékét. És rendetően hideg van. Thank you.
Nem, nem a zab. Ez a normális tej. Ahogy az előbb hallhattátok, belekeveredtünk egy random flashmobba. Én még soha nem tapasztaltam ilyet élőben, és ilyen angyalhangú kórus volt itt, amit egy picit megkönnyeztem, csak egy icipicit, mert annyira olyan érzelmes volt a dolog, hogy nekem nagyon tetszett. A tesóm hívta fel rá a figyelmet, hogy figyelj, most már itt egyre több ember fog felállni, és közösen fognak énekelni, és fantasztikus volt. És épp arról beszélgettük, hogy mennyire jó lenne egy ilyen közösséghez tartozni. Hoppá, folytatják tovább az éneklést. Jaj, nagyon jó hallgatni, tiszta karácsonyi hangulatom lesz tőlük. Másnap egy szervezett útra indultunk, a Grey Line-nál foglaltam le az utunkat, akiknek hamarosan már az értékelést vissza kell majd küldenem. Itt meghatározott napi program alapján fedeztük fel Izland bizonyos részét. Mi nagyon meg voltunk elégedve ezzel a buszos szervezett úttal, mi nem akartunk autót bérelni, nekünk ez itt sokkal egyszerűbb volt, hogy valaki célzottan odavisz minket egy bizonyos pontra, amit mi látni szeretnénk, aztán szépen hazahoz. Nagyon profin ki van találva az utaztatása a turistáknak, szóval mi tényleg nagyon elégedettek voltunk, és az első napos program keretén belül ellátogattunk először is a Thingvellir Nemzeti Parkba, ami te jó Isten! Egy részét tudtuk csak felfedezni, de lélegzetelállítóan gyönyörű volt. Akkor volt ez az első igazi pillanat, amikor láttuk azt a nyers erőt, azt a tiszta természetet, azt a lebilincselő Izlandot, amit mi kerestünk. Akkor volt ez az első rácsodálkozásunk, hogy te jó ég, mennyire gyönyörű ez a hely. Innen mentünk tovább a Gullfoss vízeséshez, ami Izland legnagyobb vízesése, és gyönyörű képeket lehet róla találni, hogyha beírod a keresőbe a nevét, zöldelő pázsit, szivárvány, maga a csoda, a napfény táncol a vízen. Hát ehhez képest, amikor mi ott jártunk és amit mi láttunk, az szöges ellentéte volt ezeknek a gyönyörű képeknek, ugyanis mi a téli valójában láttuk meg ezt a vízesést, ami persze nem volna az értékéből, a szépségéből, csak mi egy másik arcát láttuk. Ez egy rideg, ez egy jeges, ez egy félelmetes, szürke, ködös Gullfoss volt, de ennek ellenére is az a hihetetlen erő és energia, amit közvetített felénk, az szintén ilyen szájtártós élmény volt. Útra csoktunk ide Izland legnagyobb vízeséséhez, a cipőm az igencsak cserben hagyott, mert fél méterenként el akartam csúszni, de most egy biztonságos ponton állok. Konkrétan Csatárláncba haladunk a lányokkal, hogy visszainduljunk. Ezután a gejzírek következtek, amikre nagyon kíváncsiak voltunk, de én akkor ott már egy érzelmi hullámvasútban voltam. Itt vagyunk a gejzírek területén, mellettem bugyborékolnak, gőzölnek a nagyon furcsa illatú kis mini gejzírek, és megyünk megnézni a legnagyobbat, ami körülbelül 3 vagy 7 percenként kilövel. Úgyhogy ezt vadásztuk most éppen, és hát képzeljétek, sajnos az időjárás ma is nagyon rossz, felhős volt az utunk idáig, és ködös. Na most ködben hogyan lehet látni a gőzt?
Sehogy. És én nagyon-nagyon csalódott voltam, nagyon el voltam keseredve, hogy tényleg nem fogjuk látni így a lényeget. De most egy picit kitisztult ezen a részen, ahol vagyunk az idő, és így van lehetőségünk látni a gejzíreknek a munkálkodását. Úgyhogy újra visszatért a pozitivitásom, mert már esküszöm belül sírtam, hogy itt vagyunk, és nem fogjuk látni a lényeget. Azt mondták, saját felelősségre nyújkáljunk a vízbe. És csak szigorúan kis ujjal. Hát őszintén szóval annyira le van fagyva a kezem, hogy nem tudom megállapítani. De ez biztos, hogy nem forró. Na, hogy bírjátok ezt az illatot? Nagyon büdös. Alexa, utálja, mi bírjuk. Otthon is, mármint hogy az izlandi szállás is ugyanilyen szag van. Azért, mert képzeljétek el, hogy a forró víz az termál, a hideg víz, ami ivóvíznek is megfelelő, az pedig forrásvíz. Mennyire luxi már ez? Ha. És ez az ő helyi köztapi életük. Igen, őnekik ez teljesen természetes. És egyébként oda nézzetek! Megérkeztünk! A túra befejező momentuma az lett volna, hogy északi fényvadászatra menjünk. Azonban én már délután megkaptam az e-mailt, hogy a rossz idő miatt ezt sajnos le kell, hogy mondják, amitől persze rendkívül csalódott lettem. A harmadik napra egy helyi túrát szerveztem, szerettem volna, ha megnézzük Reykjavik nevezetességeit, és egy kicsit átvesszük a vibe-ot. Az első állomásunk az evangélikus templom volt, a Hallgrímskirkja, ami Izland legmagasabb épülete egyébként. Hogyha a toronyba szeretnél felmenni, az 1000 izlandi koronába kerül, de ha már ott voltunk, természetes, hogy felmentünk a tetőre, és onnan egész Reykjavikot lehet látni. Svarta Kaffi nevű étteremben ebédeltünk, ami a TripAdvisor szerint is egy nagyon jó hely, és valóban sok helyen olvastam ajánlásként, hogy oda érdemes elmenni, ugyanis az izlandiak nagyon kedvelik a krémleveseket, és ott egy helyi specialitást lehet megkóstolni, ilyen óriási nagy barna cipóban, és mindenképpen ki akartuk próbálni. Természetesen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, isteni volt, és ajánlok egy pohár helyi sört is ehhez az isteni leveshez, mert annyira jól balanszba hozza az ízeket, hogy én is a tesóm ajánlására próbáltam ki, és tényleg nagyon finom volt. Na, meséld el, mi történik most? Reggel voltunk egy second-hand shopban, és ott találtam egy nyakánc magamnak. Várjál, irányba rendezem. Úgy döntöttem, hogy egyesítem az erőmmel, tehát felveszem a nyakláncot és bevonzom ma estére. Az Aurora. Ez a... Yeah! Nézd, kamas! Nagyon szép. És ebben a fényben a pulcsid olyan színű, mint a szemed, és tök szépen. Igen. Igen, szóval. Jól áll. A Hárpához is lesétáltunk, ami a város szélén van, a part mentén. Külsőleg, építészetileg ez egy rendkívül egyedi épület. A technika, ahogy ezt létrehozták, ez az üvegrendszer, nagyon látványos, kívülről is és belülről is, ahol akkor éppen csend és béke honolt, mert valójában ez az épület egy konferencia központ, illetve különböző művészeti előadásoknak ad otthont. A Szentholt Reykjavikban cukorsokkot szerettünk volna kapni, és ez meg is történt. Itt volt egyébként először az, hogy magyarral találkoztunk, Rékával, akit jól ki is faggattuk egyébként a reykjaviki izlandi életről, és
csomó érdekességet mesélt, szóval az úgy eléggé feldobta a délutánunkat. Negyedik nap ismét egy szervezett utazásra indultunk, amit már nagyon vártunk, és akkor a sziget déli irányába indultunk meg a nyugati part mentén. Az első állomás egy vízesés volt, a Skógafoss. Reykjavíkből 3 órát autóztunk, hogy élőben láthassuk ezt a csodát, és most nem eldöntött, hogy ez a könny, ez most milyen jellegű könny, hogy ez csak így a hidegtől, vagy a vízesésnek a hozadéka itt az arcomon, de minden esetre elképesztő ezt látni élőben, főleg úgy, hogy még egy szivárványt is kaptunk mellé ajándékba, szóval nem jutunk szóhoz, annyira csodálatos. Innen indul a szivárvány. És itt van a másik vége is, ugye tudjátok ti is, hogy a szivárvány lábánál mindig ajándék van, kincsek, amit az elfek tettek oda. Szóval... Én hiszem, hogy ott van valami. Innen haladtunk tovább Vígbe, ahol egy nagyobb pihenőt tartottunk, és ahol megpillantottuk a fekete tengerpartot. Vígben vagyunk, és ebben a percben értünk ide a szigetnek a szélére, ahol konkrétan az Atlanti óceánt fogjuk látni, és ahol akkora hullámok vannak. Nézzétek! Te jó ég! Fekete homokú tengerpart! El tudjátok ezt képzelni, mennyire menő! És most konkrétan megyek az Atlanti óceánhoz, ameddig csak merek. Jézusom! Ez elképesztő! Ez elképesztő! Hát ez közel volt! Ez egy igazi agyeldobós pillanat volt számomra már. Maga az, hogy egy fekete homokú tengerpartot látok. Aztán te jó ég, mit műveltek azok a hullámok. Annyira szürreális volt ez a pillanat. Annyira... Nem hittem el, hogy ez most tényleg megtörténik velem, mert az egész olyan horrorfilmbe illő volt, olyan félelmetes, olyan misztikus. Nem tudom, hogy volt-e valaha ilyen pillanatom, amikor így én és a természet úgy álltunk egymással szemben, és én csak úgy bámultam, és nem tudtam szóhoz jutni, hogy az a jelenség, amit látok, az mennyire lenyűgöző, és mennyire örökre az emlékeimbe ég. Szerintem ez volt az első ilyen. Nézzétek meg! Ilyen növények jönnek ki az óceánból. Te jó ég, mennyire furán néznek ki. Meg a tapintásuk is olyan nagyon vastag, mintha műanyag lenne. De ezek mind-mind igaziak. Az Atlanti óceán növényvilága. Egészen különleges.
rengeteg. Hú, mennyire vastag. Te jó ég. Őrületesen néz ki. Tele van ezzel a part egyébként. Most átjöttünk a másik oldalra. És ez a látkép, illetve egy fenomenális hegység, ami annyira részletgazdag. Van néhány kis barlangos bejárata is, azaz egy ilyen bemélyedése. És folyik az orrom, úgyhogy bocsi a szipogásért. Persze viccelődtünk itt a névben, ugyanis Black Sand Beach a neve, és aztán itt volt a Black Sand Beach-től kezdve a Black Sand Beach-ig minden. Úgyhogy ezzel így jól elnevergéltünk, és örökre meg is jegyeztük a térségnek a nevét. De ezután hazafele egy végső vízesés következett, aminek szintén volt egy különlegessége. A Hekla nevű vulkánnál vagyunk most, ahol van egy olyan különleges vízesés, ami mögött át tudunk mi is sétálni. A neve az, hogy Seljalandsfoss, és ezt most csak azért mondtam el, mert képes voltam megjegyezni, úgyhogy gondoltam, hogy brillírozok itt egyet. Az első kabát már nálunk, ugyanis ez szükséges ahhoz, hogy viszonylag szárazon megúsztuk ezt a kalandot. Egy vízesés mögött fogunk átmenni. Igen! Hihetetlen, de van rá lehetőség, szóval Seljalandsfoss készül, megyünk, csapatostul, esőkabátostul. Készen álltok, csajok? Igen! Hát, beöltöztem, na, valljuk be, hogy ez a legújabb izlandi divat szerint történt, az izlandi Fashion Week-re így mennék, ha mennék. Vehetünk? Igen? A kamerának nincsen védőtokja, szóval vizes lesz. Reméljük utána is működni fog. Megpróbálom valamelyest óvni, de hát igen, munkaeszköz. Benne van a pakliba, sok dolgot megéltem már vele. Ez egy újabb érdekesség lesz. Teljesíteni egy életveszélyesnek tűnő szakasz, és itt vagyunk a vízesés mögött. Igen, ott zuhon le a víz. Brutális élmény. És akkora ereje van. Annyira érzed, hogy egy kis sportszem vagy a világban, egy ilyen mellett. Soha nem hittem volna, hogy vízesés mögött fogok valaha este állni. Megtörtént! A negyedik nap végére már annyi, de annyi fotónk volt, hogy konkrétan több száz képet készítettünk, rengeteg kis videót, hogy már memóriakártyát kellett cserélni a gépekbe. És nekem egyébként konkrét tervem van ezekkel a fotókkal. Én azt szeretném, hogy az élményeim kézzelfoghatóvá váljanak, és szeretném ezt odaadni a nagymamának, elküldeni az unokatestvéremnek, és korábban én kaptam ajándékba egy Cevepi úr kiskönyvet, ami valójában egy pici fotókönyv, és ebbe te válogathatod össze, hogy milyen képeket szeretnék beletenni, és gyakorlatilag készíthetsz egy saját albumot. Ez a picike kis könyv az én utazásomnak az eszenciáját fogja majd tartalmazni Izlandról, és ezt kétféle módon kreálhatod meg. Egyrészt vagy a telefonodra letöltöd a Cevepi úrnak az applikációját, és azon keresztül rendeled meg, vagy pedig, ha fizikailag szeretnéd, akkor elmehetsz különböző drogériákba, műszaki áruházakba, és ott a Cevének van egy direkt erre a célra kialakított gépe, amin keresztül meg tudod ezt rendelni, és ahol egyébként azonnal elő tudsz hivatni fényképeket is. Én szerintem elsétálok majd valamelyik drogériába, és ott fogom megkreálni majd a kis fotóalbumomat, szóval ott állítom fel majd a sorrendet, mert ez egy kicsit tényleg olyan, mintha én kézzel készítettem volna ezt, és mivel ajándékba szeretném szánni, ezért így egy kicsit tényleg olyan hatása lesz, mintha ezt
én csináltam volna. Az ötödik napunk október 31-e Halloween napja volt. Aznap látogattunk el a Blue Lagoonba, amiről január óta konkrétan álmodoztam, hogy én oda el fogok menni egy fotónak a hatására. Nem tudom, hogy hány fok van jelenleg, de én itt bikiniben állok kint a hidegben. Szóval ez csak egy gyors bejelentkezés, hogy itt vagyunk, megérkeztünk és gyönyörű a hely. Szia Alexa! Szia Oli! Szia! Hogy vagytok? Én is mindjárt csobbanok hozzátok. Megyek? Ma van Halloween napja, az év legszuperebb napja és ünnepe. Én pedig, hogy láthatjátok, szellemnek költöztem. Szóval ez az éjjelmezem. Hello-sztok! Oli, ha megtervezett lett volna. Ugye? Ez csodálatos beúszás volt. Ó, és milyen jó meleg itt. 38 fokos és 2000 mély méterre. Mert mi 2000 méter mélyre. Igen, igen. Ez a maszk, ez pedig egy ilyen feszesítő, mélytisztító és egyéb jótékony hatású maszk, ami 5-10 percig kell, hogy rajta legyen a kis konfliktus. Egész jól megkövült már az arcban. Nagyon durván néz ki. Szerintem most már le lehet szedni, nem? Nagyon jó. Aha. Én vagyok a Blue Lagoon szelleme. Jól értem magam. Agyilag minden oké. Még ha nem is úgy tűnik. Konkrétan a hajad olyan, mintha ősz lenne. A kis vízcseppek megöregítettek. Oli, mi lesz így? Valószínűleg semmi nem letolik belőlem, mert kicsit, mintha gőzös lenne itt a kamera felvétel, de azt hiszem, hogy ez a legfantasztikusabb halloweeni buli, amiben valaha is részem volt. Ráadásul ma megkaptuk az e-mailt, hogy ha minden igaz, akkor lesz északi fénytúránk, úgyhogy már csak drukkoljatok, nagyon drukkoljatok, hogy össze is jöjjön, ne mondják le esetleg a rossz idő miatt. Idő van, elhagyjuk a Blue Lagoont. Viszlát, te csoda! Most olyan, mint olyan! Jézusom! Na szóval! Ne hagytad a karodat se előled! Gyere utánam! Szóval itt az idő búcsút venni. Te jó Isten, de rohadt hideg van itt kint! Nem tudom, hogy hány fok van, de szerintem olyan nulla. Na de a lényeg, amiért ez az egész utazás szerveződött, az északi fény. Mi lett vele? Végül. Második nap ugye lemondták a szervezet utunkat erre, viszont én újra foglaltam az időpontot, és ezen a napon, október 31-én jött a jelzés, hogy meg lesz a túra, este 8:30-kor indulunk. Nagyon izgultam, nagyon féltem az egész miatt, mert ez volt az utolsó esély arra, hogy ezt elcsípjem. Elindultunk felfele észak irányába, hogy megtalálja a szervező azt a legjobb pontot, ahonnan valami látható lesz, és na, egy szó mint száz, láttam az északi fényt. A kamerám szeme ugyan többet látott, mint én élőben, mert sajnos a skálából csak 2-es erősségű volt aznap a fény, tehát ez elég csekélynek volt mondható, így szabad szemmel nem sok mindent láttál. Valamit láttál, hogy van ott valami, de konkrétan ahogy táncol az égen a zöld fény, azt sajnos úgy nem. Viszont a kamerám megörökített dolgokat, és azon keresztül jobban átjött, hogy bizony ott van az északi fény, amit a szemünk akkor nem fog fel. És én akkor úgy éreztem, hogy jó, akkor innentől kezdve teljes az életem, megkaptam, amit akartam, innentől kezdve engem már semmi nem érdekel, ez egy annyira fantasztikus lezárása volt az útnak, ennek kívánni sem lehetne jobbat. Pont Halloweenkor, pont ezen a misztikus napon, ekkor láthattam az északi fényt életemben először, ezt az egész élményt, amit akkor úgy kaptam, soha nem fogom elfelejteni, ez biztos. Nagyon last minute ez a vlog lezárás most, és még annyi mindent szerettem volna mondani, de... De igen, szóval láthattam az álmomat, ami
A ténykorom óta szerettem volna a Philip Pullman a Sötét Anyagok trilógia könyvének hatására. Ha nem ismeritek, nézzetek utána, szerintem felnőtt fejjel is egy nagyon-nagyon jó olvasmány is. Hát abban hallottam először erről a jelenségről, és pillanatokon belül indulunk a következő állomásunkra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek tőletek. Ennek az izlandi blognak itt a vége. Keserédes a búcsú, és most így kicsit nem is tudom elengedni magam érzelmeim tekintetében, mert közben bámulnak el. De mindegy, erről lesz még szó a csatornán, hogy vasárnapi csiliben, vagy valamilyen más alkalmat biztos, hogy fogok rá találni, hogy összegezzem az élményeimet, de tényleg, amit itt most kaptunk 5 nap alatt, remélem, hogy nagyon sokáig fog tartani, és ez a rengeteg színkép, amit készítettünk, az pedig tényleg örök emlék, úgyhogy köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, hamarosan találkozunk Kopenhágából. Tessék, beszélni!